Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét. Kárfelszámoláshoz használható járművekkel, egyéni védőfelszerelésekkel és eszközökkel gyarapodik országosan 200 önkéntes mentő szervezet, köztük egyébként több Fejér megyei egyesület is. Az eszköz átadón jelen volt a köztér stábja, összefoglalót készítettünk, aztán érkezik hozzánk a stúdióba Magosi Lajos, a Fejér megyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgatója. Számítok a figyelmükre. A Maros-hegyi parttelepre érkeznek szirénázva a tűzoltók, balesethez riasztották őket, az egyik autó kigyulladt, a másikba pedig a sofőr szorult be. Az önkéntesek érkeztek elsőként a helyszínre, ők kezdték meg a mentést. A lángokat sikeresen elfojtották, a sérültet hidraulikus eszközök segítségével kiszabadították. A sérültet hordágyra helyezték, ezzel sikeresen zárult a bemutató. 2012 óta már nagyon intenzíven elindult az önkéntes szervezetek támogatása, mind a tűzoltó egyesületek, mind pedig a mentőszervezetek támogatása. Tehát elsősorban technikai eszközökkel, ezek a technikai eszközök gyakorlatilag kompatibilisek a hivatásos egységeknek az eszközrendszerével. Tehát ez azt jelenti, hogy több eszköz és több kiképzett személyzet áll rendelkezésre egyéb beavatkozáshoz. A Fehérvári Tűzoltó Egyesület jelenleg 34 fős aktív tagsággal rendelkezik, éves szinten közel 40 alkalommal vonulnak segítséget nyújtani. A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóság segítségére vagyunk, mint Fehérvár Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Itt a környékben lévő tűzesetek, balesetek és az egyéb természeti katasztrófáknak felszámolásában tudunk segítséget nyújtani. Egy áramfejlesztő és ugyanennyi zajszivattyú sorakozott a Fejér megyei katasztrófa védelmi igazgatóság udvarán. Az eszközök mostantól a megyében működő önkéntes mentőszervezetek munkáját segítik majd. Kárfelszámoláshoz használható járművekkel, egyéni védőfelszerelésekkel és eszközökkel gyarapodik országosan 200 önkéntes mentőszervezet, köztük több Fejér megyei egyesület. Az Európai Uniós támogatás mértéke 1 milliárd 500 millió forint. Ebből nem csak a hivatásosok munkáját segítő önkéntesek eszközparkja, hanem tudása is bővül, hiszen képzéseket is szerveznek a jövőben. Az eszközök egy részét a Fejér megyei katasztrófa védelmi igazgatóság udvarán adták át a mentőszervezeteknek. Fontos mérföldkő a önkéntes mentőszervezeteknek a elmúlt éves felépítésében ezek a műszaki eszközök, hiszen minden mentőszervezetet egy-egy önkéntes tűzoltó egyesület, aki szívén viseli és dolgozik, úgyhogy beért az a több éves munka, hogy most már nem csak embereink vannak és szolgáltatni tudni teljesítő emberek a mentőcsoportokban, most már a természeti katasztrófákat el tudjuk hárítani ezeket az eszközökkel. A Csákvári Tűzoltó Egyesület nem csak mint mentőszervezet tagja bevethető, hanem Csákváron és Gánton nyújt segítséget tűzeseteknél, műszaki mentéseknél, közlekedési baleseteknél. Tavaly 37 esethez riasztották az önkénteseket, ők minden esetben tudtak vonulni. A csapat nagy hasznát veszi az új eszközöknek. Azt a célt szolgálják, ha valamilyen rendkívüli, elsősorban időjárási helyzethez kapcsolódó veszélyhelyzet kialakul, nem csak Csákváron, hanem akár Fejér megyében, vagy ország bármely területén, ahol segítséget tudunk nyújtani, akkor ezekkel az eszközöket visszük magunkkal. Hát a szivattyúkkal természetesen vízzel távolítást tudunk végezni, és ezeken a területeken nagyon-nagyon fontos, hogy mobil áramfejlesztő berendezésekkel rendelkezzünk, hiszen itt tudunk megfelelő világítást, egyéb szolgáltatásokat biztosítani saját magunknak. Ezeken az eszközökön kívül a későbbiekben járműveket, egyenruhákat is kapnak az önkéntesek, majd valamennyi eszköz használatához szükséges oktatást is megkapják majd. Elsődlegesen az a célja, hogy ezek az önkéntes mentőszervezetek, ezeknek a tagságai hatékonyan tudják kiegészíteni a hivatásosok munkáját egy-egy elsősorban árbelvízi védekezés kapcsán, illetve ezekre az eszközökre majd képzéseket is nyertek, tehát ezeknek az eszközöknek a használatára nekik majd le kell vizsgázni, ezek a tanfolyamok is beletartoznak ebbe a programba. Későbbiekben még egyéb más eszközök is beszerzésre kerülnek majd, különböző terepjárók, vadok, utánfutók, fűthető sátrak. Támogatást kapott még a Fehérvár, Csurkói, a Pázmándi, a Velencei, a Váli, a Lajos-Komáromi és a Pentelei Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint az Ercsi Polgárőrség.
Köszöntöm a stúdióban Magosi Lajos igazgató urat, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok! Az eszközátadó kapcsán ugye azt hiszem egy kicsit az értékelési sort keríthetünk majd a mai köztér műsorunkban, illetve egy kicsit majd kitekintünk az idei tervekre is, de hogyha már itt az eszközátadónál tartunk, és ugye többször az önkéntesek is megemlítésre kerültek, miért fontos igazgató úr az ő munkájuk? Több szempontból is nagyon fontos. Az egyik legfontosabb célja annak, hogy az önkénteseket támogatjuk, az, hogyha valamilyen okból nagyobb kiterjedt események, káresemények kapcsán a hivatásos állománynak a kapacitása kimerül, akkor legyen szakértő segítségünk, akik ki tudják egészíteni a hivatásosok munkáját. Ez az egyik nagyon fontos dolog. Másik pedig célunk az, hogy az önkéntesség támogatásával ennek az ügynek, a katasztrófavédelemnek, a tűzvédelem ügyének további embereket nyerjünk meg. Egy kicsit ez népszerűbbé teheti a hivatásukat is, mondhatjuk azt? Hát úgy gondolom, hogy egy nagyon jó helyzetben vagyunk mi tűzoltók, a katasztrófavédelem munkatársai, hiszen most már több évre visszamenőleg is elmondhatjuk azt, hogy az egyik legjobban megbecsült, a leginkább kedvelt, szeretett hivatás vagy munka a miénk. Ezt mi igyekszünk megőrizni, igyekszünk azon dolgozni, hogy ez tovább fejlődjön, ehhez minden lehetőséget megragadunk. Ugye említett, hogy több területen is be tudják vonni az önkénteseket, mégis milyen feladatokba veszik használt az önkéntes egyesületek tagjainak? Tehát a leggyakoribb igénybevétel, hogy így fogalmazzak, az önkéntes szervezeteken belül az önkéntes tűzoltó egyesületeknek a riasztásai. SMS értesítés alapján tudnak egy-egy káreseményhez kivonulni. Ugye a nagy előnye az önkéntes tűzoltó egyesületeknek az, hogy ott vannak az adott településen, a másik pedig, hogy nagyon jó helyismerettel rendelkeznek, és úgy, hogyha megfelelő eszközökkel, megfelelő képzettséggel vannak felruházva, akkor gyakorlatilag a hivatásos egységek kiérkezéséig nagyon sok mindent meg tudnak tenni annak érdekében, hogy ne kelljen nagyobb tűzesetekkel megküzdenünk. Ugyanakkor a megyében már van 4 önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület, 3 tűzoltó egyesület, de az idén tervezünk még egyet biztosan, akik saját maguk is képesek arra, hogy felszámolják a kisebb káreseteket, tehát oda nem is fogunk hivatásos egységet riasztani. Akkor ez egy ilyen külön kategória? Külön kategória tűzoltó egyesületeken belül is, akik úgynevezett egyes kategóriás tűzoltó egyesületek, nekik van lehetőségük arra, hogy vizsgát tegyenek arról, hogy képesek az önálló beavatkozásra is. Ennek vannak egyrészt technikai feltételei, tehát minden olyan eszközzel bevizsgált, minősített eszközzel kell rendelkezzenek tulajdonképpen, mint a hivatásosok, és az állománynak pedig megfelelő képzettséggel kell rendelkezni. Most akik ezt szeretnék, és ezeket a feltételeket tudják biztosítani, akkor tulajdonképpen önálló területet kapnak. Általában az adott település, vagy a szomszédos település még szóba szokott jönni, és ezekre a területekre, hogyha kisebb, tehát önállóan is elvégezhető káresetek vannak, akkor őket riasztjuk kizárólag. Ugye itt elhangzott az összeállításban is, hogy 1 milliárd 500 millió forint áll rendelkezésre. Ez mire lesz elég? Mit fognak ebből tudni majd megvalósítani? Hát ugye ez a projekt, ez tulajdonképpen nem csak az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására szól, hanem az önkéntes mentőszervezetek támogatására. Ugye a megyében működik egyrészt egy megyei önkéntes mentőszervezet, mind a 8 járásunkban működik egy mentőszervezet, és most már 74-75 településen is, ugye ez mindig növekszik ez a szám. Ezek a mentőszervezetek nem csak a tűzoltó egyesületeket foglalják magukba, hanem egyéb más, például karitatív szervezetet, vagy polgárőrséget, vagy más, akár civil szervezetet is, aki csatlakozott ehhez a mozgalomhoz tulajdonképpen. És ezek az eszközök ugye nem mindegyik feltétlenül a tűzoltás technikai eszköznek számít, hanem egyéb más, inkább a háttértevékenységet kiszolgáló eszköz, így például ezek az aggregátorok, vagy ami majd a későbbiekben még szóba jöhet, ez a különböző sátrak vagy szállítóeszközök, vagy éppen akár a szivattyúk is, hiszen alapvetően a szivattyúzást más, tehát például önkéntes mentőszervezet, vagy akár tűzoltóságon kívül más szervezeti tag is el tudja végezni. Úgyhogy ennyi azért a differencia az egyesületek és a mentőszervezetek bevethetősége vagy alkalmazhatósága tekintetében. Esetleg a képzéshez is majd ezt, vagy hát a képzések is ennek a részét képezik? Igen, ez a program magában foglalja nem csak az eszközöknek a beszerzését, hanem az erre való felkészítést és a képzéseknek a költségét is.
Hogyha már a munka ugye szóba került, és hogy milyen jellegű feladatokba tudják bevetni az önkénteseket, akkor a kicsit a katasztrófavédelem 2018-as évi munkájáról is beszéljünk, hiszen hát jó néhány szakterület dolgozik önöknél. Hogyha egy kicsit nézzük az elmúlt esztendőt, mit tud elmondani ezzel kapcsolatban? Hát azért ez egy elég bő téma, amit most megpendítettünk. Tulajdonképpen ugye a katasztrófavédelem szertágazó szakterületekkel dolgozik, vagy foglalkozik. Ugye három fő alaptevékenységünk van, amit el kell látnunk. Egyrészt a tűzvédelmi, tűzoltási szakterületi feladatok, aztán az iparbiztonsággal kapcsolatos, általában hatósági szakmai feladatok, illetve hát a polgári védelem komplex rendszere. Ezen kívül mindez kiegészítve, illetve ehhez természetesen szorosan kapcsolódva a hatósági tevékenység, ami a szervezetünk feladatrendszerébe tartozik. A 2018-as évről nagyon röviden annyit tudok elmondani, hogy nem tartogatott számunkra az esztendő jelentős kihívásokat, inkább a szürke, dolgos hétköznapok éve volt. Látszik ez egyébként a például a vonulási statisztikai adatainkon is. Ugyanakkor egy nagyon erős hatósági teljesítményt kellett leadnunk, hála Istennek, hiszen nagyon sok beruházás indult a megyében, ezek közül több kormányzati szempontból kiemelt beruházás, amelyeknek a hatósági támogatása egy központi feladat volt számunkra, és nyilvánvalóan azért ez egy komoly kihívás és feladat volt, amit meg teljesítenünk kellett. Az átlagember azért a szürke hétköznapokból veszi észre, hogy önök vannak és dolgoznak, hiszen azért, ha csak a híradónkra gondolunk, szinte nincs is olyan nap, amikor ne számolnánk be arról, hogy éppen aktuálisan milyen feladatokat látnak el a munkatársak. Milyen volt mégis a szürke hétköznapok statisztikája? Tehát ugye nekünk az a jó, és célunk is az, hogy minél kevesebb tűzoltói beavatkozást kelljen végrehajtanunk. Minden más egyéb feladatrendszer tulajdonképpen ennek van alárendelve, különösen a tűzmegelőzés területén. Érdekes ez a szituáció, hiszen ugye azt a megbecsülést, azt az elismertséget azért be kell valljuk a tűzoltói tevékenység, a tűzoltás, műszaki mentés tevékenység során való megjelenésünk, fellépésünk és az ottani tevékenységünk vívta ki, és talán tartja is szinten. Mindazonáltal azt szeretnénk, hogyha minél kevesebbet kellene lássák az emberek, a lakossága, a nagypiros tűzoltóautót, kár esethez vonulni. Néhány statisztika, természetesen nem akarok pontos számokat most inkább elmondani, inkább azt, hogy mik a tapasztalatok. Ugye az, hogy mennyi tűzoltói beavatkozás van, ez alapvetően két dologtól függ. Egyrészt az időjárás alakulásától, másrészt pedig ugye a megelőző tevékenységnek a hatékonyságától, ebbe beleértem a hatósági fellépést és a kommunikációt is. De visszatérve az időjárásra, azokban az években, amikor komoly szárazság van, mondjuk akár tavasszal, mint amit egyébként most tapasztalunk, vagy a nyári időszakban, akkor megnövekednek általában a szabadtéri tüzek darabszámai. Amikor esős idő van, villámárvizek vannak, akkor pedig inkább a műszaki mentéseken belül ezek a vízeltávolítások, vízszivatások a jellemzőek. A tavalyi évben, a tavaly előttihez képest kedvezőbb volt az időjárás, egy nedves csapadékos tavaszi idővel találkoztunk, és a nyár is azért csapadékos volt. Ez azt eredményezte, hogy csökkent a tűzoltói beavatkozásoknak a száma, mind a műszaki mentések vonatkozásában, mind pedig a tűzesetek vonatkozásában. A másik időjáráshoz kapcsolódó fontos szegmens még a téli időjárás, ugye ez októbertől gyakorlatilag áprilisig jellemzi az időjárást, illetve hozhat olyan kihívásokat, ami megnövelheti a mi beavatkozásainknak a számát. Gondolok itt a csúszós utakra, a havas napok számára. A tavalyi évben is kedvezett a számunkra, tehát a tavaly előttihez képest kevesebb ilyen beavatkozást kellett végrehajtanunk. Ahogy említette, úgy ugye ehhez azért a megelőző munka is hozzátartozik, a nézőink is tudják, hogy mondjuk minden ünnepi időszakban karácsonyfa tűzesetet bemutatót tartanak, ez is nyilván a karácsonyfa tüzek megelőzésére szolgál. Mennyire lettek tudatosak az emberek, mit tapasztalt, hogy mennyire hatékonyak ezek a felvilágosító kampánytevékenységek? Hát nagyon bízom benne, hogy ezek hatékonyak. A számok ezt visszaigazolják. A tavalyi évben is egyetlen egy olyan esetünk valahol volt, ahol egy száraz karácsonyfa gyulladt ki. Tehát én azt gondolom, hogy egy ekkora megyében ez nem sok, de azért mi a nullának örülnénk.
ezért teszünk meg mindent annak érdekében, hogy a lakosságban kialakítsuk ezt a öngondoskodást, ez a felelősségtudatot. Ezért működtetünk egy úgynevezett tűzmegelőzési bizottságot országos és megyei szinten is. Ennek elsősorban az a feladata, hogy a lakosságot, az állampolgárokat az aktuális, az éppen az évben aktuális veszélyforrásokra felkészítse, a magatartási szabályokat felvázolja, és minden segítséget megadjon annak érdekében, hogy ne alakulhassanak ki komolyabb káresemények. Ők hol tevékenykednek egyébként? Az igazgatóságunk égisze alatt, külső tagokkal természetesen, közülük csak néhányat említsek, a rendőrség, a kéményseprőipari szolgáltató, a mentőszolgálat, a polgárőrség, és még számos más tagja van ennek a bizottságnak. Kétszer ülésezik egy évben. Munkaterv alapján megtárgyaljuk azt, hogy milyen aktuális feladatokat szeretnénk megcsinálni abban az adott évben. Hozzáigazítva természetesen a várható kihívásokhoz, aktualitásokhoz. Ezek közé tartozik például a tavaszi időszakban, hogyha száraz időszak, akkor a szabadtéri tüzeknek a kezelése, később a esős időszakban az árbelvízi védekezés kérdésköre, nyáron a betakarítás tűzvédelmi tudnivalói, és akkor, hogy az őszbe érünk, elkezdjük ugye a mosgázzal való foglalkozást, illetve a fűtési szezonnal kapcsolatos valamennyi veszélyforrást, akár a kémények kérdéskörét, vagy a szénmonoxid érzékelők kérdéskörét, és ahogy már említette korábban, karácsonyi meg az adventi időszakra vonatkozóan pedig azokat a megelőzési ismereteket igyekszünk közölni minél szélesebb körben, amelyek fontosak ahhoz, hogy nyugodtan teljenek majd a évvégi ünnepek. Aztán, hogyha már itt beszélgettünk a hatósági feladatkörről, azt hiszem, hogy egy örökzöld téma, legalábbis nálunk itt a köztérben mindig rengetegen érdeklődnek a társasházak részéről, hogy akkor most milyen aktuális szabályok vonatkoznak rájuk, hogy akkor kimegy-e a katasztrófavédelem, ismerteti-e vagy bírságol. Erről mit kell tudni? Azt hiszem, hogy ez nagyon sok fehérvárit érint, ez a kérdés. Hát azt gondolom, hogy jogosan, hiszen azért a lakosság nagy része társasházban él. Az, hogy mit kell tudjanak és mit sem, alapvetően elsősorban a társasházak fenntartóinak, a üzemeltetőinek a feladatrendszere. Természetesen a jogszabályok ismerete mindenki számára a saját élete tekintetében saját dolga, de természetesen a hatóságunknak feladata az, hogy egyrészt konzultációk keretében, különböző tájékoztató előadások keretében elmondjuk azokat az információkat, amik éppen aktuálisak vagy változtak. Most nagyon fontos a társasházak vonatkozásában az, hogy a hatóság mire kíváncsi, és leginkább az, hogy miért. Hát elsősorban azért, mert általában ezekben a társasházakban nagy tömegek laknak, 10-20-30 vagy akár több család is, és az ő biztonságuk nagyon fontos a mi számunkra is, és nem csak a saját maguk számára nyilvánvalóan. Néhány alapvető dolog van, amit fontos rendben tartani ezekkel a társaságokkal kapcsolatosan. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy a menekülési útvonalakat, a lépcsőházakat szabadon tartsák, valamint az, és ezzel összefüggésben van az, hogy a tárolási szabályokat betartsák. Tehát amennyiben elzárjuk a menekülés útvonalakat különböző bútorokkal, járművekkel, hatalmas virágokkal. Például hatalmas virágokkal, mert azért ott van némi engedmény, hogy milyen mértékben lehet mondjuk virágokat tárolni egy lépcsőfordulóban. Ezek sarkalatos kérdések lehetnek egy-egy tűzeset kapcsán. Egyrészt a menekülés vonatkozásában, másrészt pedig azért, hogy a tűzoltók ugyan fel tudnak egyáltalán mondjuk a 8. emeletre menni akadálymentesen, tehát nem kell még leküzdeni puszba azokat az ott tárolt eszközöket, tárgyakat, amik szabálytalanul ott vannak. Ezen kívül még néhány fontos dolog van, amivel a hatóság foglalkozik egy-egy ilyen társasház ellenőrzése kapcsán. Ilyenek például a tűzvédelmi berendezéseknek a karbantartottsága, használhatósága, bevizsgáltsága. Ilyen tűzvédelmi berendezés például, hogyha van az adott társasházban kézi jelzésadó berendezés, vagy hő- és füstelvezető berendezésnek a nyitó szerkezete. Ezeket mindig leellenőrizzük, ezeknek a karbantartása egyéb iránt a társasház üzemeltetőjének, fenntartójának a felelőssége, tehát nem a lakóknak. Természetesen, hogyha látják azt, hogy ezekkel probléma van, vagy nem működnek tudomásuk arról, akkor nekik ezt a fenntartó felé jelezni kell. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ezen kívül még, amit a hatóság vizsgál egy-egy ilyen ellenőrzés kapcsán, például az épület villámvédelme,
az elektromos berendezéseknek a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata. Tehát elég széles körű az a vizsgálandó terület, amit egy-egy ilyen társasháznál megnézünk. És van még egy nagyon fontos dolog, hogy egyáltalán a tűzoltóság a beavatkozásnak a beavatkozását meg tudja tenni, tehát azok a feltételek mondjuk az épület körül adottak-e, hogy egy magasból mentő oda tudjon-e települni, hogy a tűzcsapokhoz oda tudjanak állni a tűzoltóautók vagy sem, ez is természetesen a vizsgálat tárgyát képezi. Mi a tapasztalat egyébként, mik a legalapvetőbb hibák, amiket elkövetnek a társasházban élők? Hogyha lehet így fogalmazni, biztos találkoztak már sok mindennel. Így van, tehát vannak természetesen extrém dolgok is, amikor mondjuk a motorkerékpárt a lépcsőfordulóba tartják, vagy ami jellemző lehet még, hogy mindenféle bútort, ami épp a lakásban már nem fér be, azt a folyosóra kiteszik, vagy kerékpárokat és más ilyen eszközöket, vagy például a tűzoltási felvonási területen parkolnak a járművek. Hát ugye ilyen esetekben nyilvánvaló az, hogy akadályozzák a tűzoltóknak a munkáját, illetve a másik előző említett két dolognál pedig egyáltalán a menekülést. Hát ezek fontos dolgok. Nem tűnnek annak a hétköznapokban, de bele kell gondolni abba, hogy egy komolyabb tűzesetnél, amikor tegyük fel, nincsen áram sem az épületben, sötét van és füst van, akkor bizony ezek rögtön problémát fognak jelenteni. Említette még ugye, hogy a tárolásra vonatkozó szabályokat a tárolóhelyiségekben betartják-e. Na most mi az, amit ott nem tárolhatunk? Mert úgy általában az emberek fogják magukat, és ami nem fér el a szerencsés esetben mondjuk 67 négyzetméteres lakásban, azt oda bezsúfolják. Mi az, amit ott tárolhatunk hatóságilag is szabályosan, igen, és mi az, amit nem? Tehát két nagyon fontos dolog van, amit biztosan nem tárolhatunk ezeken a helyeken. Ugye az éghető folyadékok tárolása kapcsán korlátozás van, tehát nem lehet több száz liter benzint vagy bármilyen üzemanyagot ezekben a tárolókban elhelyezni, illetve nyilvánvalóan a gázpalackok tárolása az, ami még kritikus lehet egy-egy tűzeset kapcsán, hiszen komoly problémát okozhatnak egy-egy robbanás kapcsán. Tehát ez a két dolog biztosan tilos. De mondjuk ott például már tárolhatom én a megunt és nem felhasznált szekrénysoromat és egyéb ilyen dolgokat? Vagy... Természetesen. Tehát amennyiben a tárolóhoz vezető menekülési útvonalat egyébként nem akadályozza, akkor maga a tároló erre van, oda kell tenni azokat a dolgokat, amik már nem férnek el máshol. Mennyire szőrös szívű a hatóság, hogyha kimegy már rögtön bírságol, vagy azért van valami türelmi időszak, és mondjuk amit nem találnak rendben, azt helyre teszik, akkor utána elfogadóbbak, ha fogalmazhatok így. Értem. Tehát ugye a hatóság soha nem a szubjektumok alapján hozza meg a döntéseit, hanem jogszabályok alapján. Tehát vannak olyan hiányosságok vagy szabálytalanságok, amelyek úgynevezett kötelező bírságtétel alá tartoznak. Ezekben az esetekben nincs mérlegelési jogköre a hatóságnak. Nyilván, ahol van mérlegelési jogköre, ott a hatóság felhívja a figyelmét erre a szabálytalanságra, és határidő szabásával feladatot szab, majd nyilvánvalóan ezt egy utóellenőrzés keretében vizsgáljuk, és hogyha már akkor sem sikerült megszüntetni a szabálytalanságot, akkor szintén abba a helyzetbe kerülünk, hogy kötelező bírságolás van. Nyilván a cél nem ez, hanem az, hogy ezek a szabálytalanságok ne forduljanak elő. Nyilván, hiszen ezért is szerveznek mindenféle ilyen jellegű programok, társasházi találkozókat szoktak, igen, ugye folyamatosan szervezni, hiszen gondolom én, hogy a biztonság a legfontosabb. Így van, én azt gondolom, hogy a mi szakmánknak elsősorban az a célja, hogy szolgáljuk az állampolgárok biztonságát. Aztán, hogyha egy kicsit előre nézünk a 2019-es esztendőre, akkor mit hoz majd az idei esztendő, milyen feladatok vagy akár bővülések lesznek, amire már most számít az igazgatóság? Igen, tehát központi feladatként tartjuk számon továbbra is az önkéntes szervezetek támogatását, az ő képzésüket, felkészítésüket, mind a mentőszervezetek, mind pedig a külön a tűzoltó egyesületeket tekintve. Másik nagyon fontos dolog hatósági tevékenységhez kapcsolódik a beruházások hatósági támogatása, nyilván van a jogszabályi keretek között, különösen a kiemelt kormányzati beruházásokról beszélnék, illetve amit fontosnak tartunk továbbra is, hogy ezt a kivívott és sok munkával elért bizalmat tovább tudjuk erősíteni. Egy-egy ilyen nagy beruházásnál, amit említett, ott milyen hatósági feladatok vannak, miket kell nézni az engedélyezés során? Attól függ, hogy milyen a hatósági területnek melyik ágát érinti.
hiszen a Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság nem csak tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi hatósági feladatokat lát el, hanem vízügyi, vízvédelmi hatáskörrel is rendelkezünk. Ez nem csak Fejér megye közigazgatási területére terjed ki, hanem ez több megyét érint. És ezért egy-egy hatósági eljárás, beruházás kapcsán lehetnek vízügyi hatósági feladataink, de a többi tekintetben pedig mind a három szakterületet érintően látunk el hatósági feladatellátást. Akkor lesz a munkáig bőven, gondolom. Hát én nagyon remélem, hogy igen, hiszen azt lehet látni, hogy Fejér megye egy nagyon jól fejlődő megye infrastruktúrális szempontból elsősorban, és nekünk ebben szerepünk van, felkészültünk erre. Én bízom benne, hogy ki tudjuk szolgálni ezeket a beruházásokat. Ugye már többször említettük azt, hogy vonzó a pálya és jó a szakmának a megbecsültsége. Van-e utánpótlás? Van utánpótlás, jönnek azért a fiatalok. Én azt tapasztalom, hogy ugye egyre fiatalabbak érkeznek hozzánk, hiszen most már jó ideje nincsen sorkatonaság, tehát akár az iskolapadból kikerülve bejuthatnak hozzánk a tűzoltók. Várjuk őket nagy szeretettel, nagyon szigorúak ugyan a felvételi követelmények, de sokan meg tudnak ennek felelni, és utána egy 6 hónapos felkészítés kapcsán fognak tudni szolgálatba állni hozzánk, és nagyon bízom benne, hogy megszeretik ezt a hivatást, és utána akár egy teljes életpályán keresztül itt tudják szolgálni az embereket. Említetted, hogy nagyon sokan érkeznek. Milyen alapvető feltételekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki mondjuk felkereshesse önöket, ha valaki éppen nézi ezt a műsort, és kedve lenne csatlakozni? Hát ugye a tűzoltói hivatás, a tűzoltói munka azért az egy nagyon komoly fizikai erőletet igényel. Van egy fizikai felmérő, amit teljesíteniük kell, itt futni kell, súlyt emelni és sok minden mást. Ezen kívül természetesen egészségügyi szempontból kell teljesíteni a követelményeket, tehát egészséges embereket várunk, hiszen hosszú távon mindenkinek az a jó, hogyha nem kezdünk el minél hamarabb betegeskedni. És a harmadik talán legalább ilyen fontos az, hogy a pszichológiai szempontból rendben legyen, aki ide érkezik. Általában a legfontosabb kérdés, hogy jól tudja tűrni a stresszt csapatban, hogyan tud dolgozni, tehát ilyen célirányos vizsgálatokon kell keresztül menni, és ha mindez sikerül, akkor van lehetőség arra, hogy egyáltalán az alapfokú tűzoltó képzésbe bekerüljön valaki. És hát aztán talán gondolom, hogy egy élethosszig tartó tanulási folyamat ez. Így van abszolút, tehát az előrelépési lehetőség mindenki számára adott. Különböző képzéseken lehet lépdesni. Én azt szoktam az újonnan felszerelő tűzoltóknak tanácsolni, hogy ha vannak is ambícióik, azért néhány évet töltsenek el vonulós tűzoltóként, hiszen itt meg lehet azokat a tapasztalatokat szerezni, amit a későbbiekben akár, hogyha hatósági területre vagy valamilyen vezetői pozícióba kívánnak majd a tanulmányok során, vagy azt követően előrelépni, akkor fogják tudni azt, hogy mi az, amit megkövetelhetnek majd a beosztottjaiktól. Beszéltünk ugye az önkéntes szervezetekről, beszéltünk a tervekről, és az önkéntes szervezetek kapcsán a különböző eszköz beszerzésekről is. A hivatásos rész tekintetében lehet-e számolni arra, hogy új eszközök lesznek és egyéb fejlesztésekkel, igazgató? Hát ez egy permanens folyamat, hiszen az elmúlt 3 évben tulajdonképpen nagyon komoly technikai fejlődésen ment keresztül a hivatásos szervezet. Több új magyar gyártású gépjárműfecskendő került a megyébe, ezen kívül magasból mentő gépjárművet kapott éppen a székesfehérvári tűzoltóparancsnokság, egy 25 éves gépet váltott ki. Ezzel már nagy biztonsággal lehet majd a tűzoltás és a mentési feladatokat ellátni. De más eszközrendszerben is, akár az ügyintéző gépjárművek kapcsán, elektromos autó kapcsán, hogy a hatósági munka támogatása céljából különböző kisebb gépjárművek beszerzésére is sor került. Akkor ez mind a hatékonyságot is tudják, illetve az eredményességet növelni? Hát nyilván, és hát nyilván szükség is volt erre, tehát egy folyamatos amortizáció van, ezek a járművek sokat mennek. Különösen a székesfehérvári hivatásos tűzoltóparancsnokságra jellemző, hogy országos viszonylatban is nagyon sokat vonul, hiszen azon túl, hogy Székesfehérvár területén biztosítja a mentő tűzvédelmet, még másik 43 településen is
elsődleges működési körzetben vonulnak a fehérvári tűzoltók. Körülbelül 1500 vonulás van évente, tehát ez azt jelenti, hogy naponta többször megmozdulnak ezek a járművek az állománnyal együtt, és be is avatkoznak legtöbbször. És gondolom, hogy ezen a számon azért sokat dobhat az M7-es közelsége is, vagy ez ettől független? Nem, nyilván azok a megyék, ahol a közlekedési infrastruktúra fejlett, például ugye ez Fejér megyére tipikusan jellemző, hiszen több autópálya, több egyszámjegyű főút, több kétszámjegyű nagyforgalmú főútvonal van a megyében. Ezekben a megyékben jellemzően azért magasabb a műszaki mentések, a közlekedési balesetek kapcsán szükséges műszaki mentések száma, így igaz ez a fehérvári, vagy akár, hogyha mondjuk a 81-es utat vesszük példaként, akár a Móri önkormányzati tűzoltóságnak a leterheltsége is. A feladatot adottak, tehát a célok és az eszközök is akkor megvannak hozzá, talán mondhatjuk ezt. Én úgy gondolom, hogy igen, felkészült az állomány, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a eddig is én magas színvonalra értékelt beavatkozásainkat megtartsuk, de inkább fokozzuk. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, hogy itt voltak köztérrel, természetesen jelentkezünk még itt a Fehérvár televízióban, péntekenként tudják, 19:30 perctől számítok a figyelmükre. Viszontlátásra, kellemes időtöltést!